Na! Oh! Belevágtam a kezemet a falba. Na, sziasztok gyerekek, én Pockos Feri vagyok, ebben a videóban pedig én egyáltalán nem foglalkozok ezzel a rant típussal a YouTube-on. Tehát ezt így leszeretném szögezni, azaz Anikó Show és Owen McCandy az nem kifejezetten rant videó volt, hanem inkább vélemény kifejtés. Én nem is szeretem igazából a rant videósokat. De! Nem kell a kommentben, hogy így vagy. Nem kell az se, hogy lenézed őket, egyáltalán nem nézem le őket. Sőt, egyetlen egy csatorna van, aki tényleg szeretek, hogy ezzel foglalkozik, és jó is a csatornájuk, az a nevük, hogy Your Choice, nyugodtan lessétek meg a leírásban, ők tényleg összeszedetten, nagyon jól megfogalmazzák, humorral alátámasztva, és egy csomó mindennel. A mai videóban a Replay nevezetű csatornával jöttem nektek. Mostanában a magyar YouTube-on nagyon felkapott ez a csávó. Hát mondjuk ki, Pornhubon hirdeti magát. Eredeti játékok olcsóbban. Replay.hu, baszott, perolt! Na szóval én ezt régebbre visszahúzva 2015-ben ismertem meg a Replay nevezetű csatornát. Akkoriban még Indopress volt a neve. Írt nekem egy kommentet, hogy csatlakozzak egy Facebook csoportba. Mondom, jó van, megnézzük azt a Facebook csoportot. Állítólag ott lehet magadat kicsit promózni, kicsit hirdetgetni, lájkokat gyűjtögetni, mert ez volt a neve, hogy YouTube hirdető, lájkoló, megosztó oldal. Itt megosztod a videódat, egyből jön rá instant 20 millió lájk, 20 millió megtekintéssel. Na most én ennek nagyon bedőltem, ugye akkoriban ő volt a vezetője ennek a Facebookos csoportnak, és megosztottam ott egy videómat. Ment rá 500 megtekintés, és 60 dislike. Ami akkoriban elég érdekes volt. Akkoriban viszont még volt egy alapközönségem, aki szeretett. Nem úgy, mint az Indopress csoportban, amikor megosztottam azt a videót, akkor egyből oda mentek dislike-on. Utána bejelöltem ezt a sarkadi Rólandot, és írtam neki, hogy mi ez. És kiderült, azt mondta nekem egy Facebookos üzenetbe, ha még megvan nekem, akkor ide bevágom valahova, hogy azért van rajta annyi dislike, mert én a későbbiek folyamán nagyobb videós leszek, és ő azért dislike volta be, hogy lássák az emberek, hogy ez a csatorna tud valamit. És most abból a 60 dislike-ból 56 az tuti az övé volt. Én ezt fel se tudom dolgozni. Ilyen kifogást talált ki, gyerekek. Arról csinált egy fél órás videót, hogy ki parodizálja a Minecraftot és a Minecraft közösségét és a Minecraftos csatornákat. Én nem tudom, hogy miért, de mostanában a Minecraftos csatornákat úgy becéltáblázták, hogy ez valami hihetetlen. Van egy olyan közösség, ami egy adott dolgot szeret, egy adott játékot. Te nem fogod tudni nekik megmondani. Kedves replay.hu szextárs keresős hányadék vagy, esküszöm. De hogy akarsz odajönni ahhoz, hogy kiparodizálsz egy tematikát? Jó, a parodiával még nem is lenne baj. Ez nem is humoros, hanem inkább ilyen nyávogós. Olyat csinálsz, mint amikor a 6 éves vépistike odaül a számítógépe elé, és mondja a Minecraftot ilyen hangon. Gyerekek, nézzétek meg ezt a videót. Nem akarlak kínozni vele, de ezt nézzétek meg. Egy percet vágok be belőle, vagy annyit sem, mert hát azért nekem is rövid az idegszalagom, vagy ritka, vagy vékony, vagy ezt hogy szokták mondani. Na, check it out! Nem zárt le a másik golyóm. Anyu, megszeg golyó volt! Amúgy Replay-nek volt az a videója tavaly, hogy kiparodizáltam Minecraft-osokat, meg live-okban is mondta, hogy az rossz, mert nem az, hogy rossz, mert nem... Na így még gyorsban még egy sztori. Van egy régebbi nézőm, aki kb. Már egy éve néz. Felvette velem még annó a kapcsolatot, egy élőadásba is beletettem azt hiszem a rajzát, azzal én elkezdtem jóba lenni. Mostanában elkezdtünk beszélgetni Skype-on, és ki van neki írva a descriptionjébe, hogy replay.hu per olcsó játék. És akkor elkezdtem erről kérdezgetni, és
azt hittem, hogy ő pozitív véleménnyel van erre az egészre. Hát nagyon nem. Van ez a csaj, hívjuk, mit tudom én, Gizinek. Gizinek van egy Instagram módala, és itt az egyik képe alá a replay.hu. Vágjátok már, nem csak kibecseszettől a felnőtt lányokat próbálja elhódítani ez a macsó srác, hanem rápróbál haltani a fiatalabb korosztályra, amikor tudja baszki, hogy ők még sokkal befolyásosabbak, mint akiket ő meg akar hódítani. Egyrészt nem is a te korosztályod beli az a csaj, de azért még oda kommentelsz, meg smiley-kat írogatsz, és leírom neked baszki teljesen normálisan a véleményemet, egy negatív kommentbe fogalmaztam el, és te azt letiltod, hogy ne is tegyél róla tudomást, ne is lássad, de még a saját oldaladról is letiltasz. Ez mi? Egy tök normális negatív kritikát fogalmaztam meg. Na jó, a végén azon lehet, hogy azt írtam neked, hogy még a Betty a csúnya is érzékenyebben fogadná, ha te ráírnál. Mert hát azért refplay.hu, szóval Pornhuban is megtaláltam. Ja. Ez semmi, amit te csinálsz. Nem azt mondom, hogy én itt vagyok valaki a YouTube-on, és megmondhatom neked ezt. De én is egy adott személy vagyok, akinek lehet véleménye. Tehát ha most te letörlöd ezt a videót, azzal te a saját szegénységi bizonyítványodat mutatod fel. Mivel nem vagy képes felállítani magadnak egy adott közönséget, aki nézzen téged. Most nézzünk meg egy pár videót tőled. Van ez a hogyan csajoz. Nem tudom, hogy több része is van, de csak egyet láttam. Van rajta 20 000 megtekintés. Nem tudom hány like. 36 komment, abból 35 a replay. És ott is mit csinál baszki? Beilleszti a többi közösségi oldalát. Egy percben 50 másodpercet azzal cseszel, hogy mindig behébedgeti magát, és berak egy ilyen szar like gombot, hogy lájkoljad már azt a videót. Ha téged nem nézlek, akkor arról nem a közönséget tehet, hanem arról, hogy milyen minősíthetetlen fosgyát az. Abba a Minecraft paródiában meg a végén azt állítottad be, hogy te quietly contentet gyártasz. Nem. Nagyon nem. És tudod mi ebben a legszorúbb? Hogy ilyen szánalmas emberek, mint te, próbálnak felkapaszkodni másoknak a hátán. Csinált rólad money, csinált rólad your choice, csinált rólad egy csomó videós, és te szerintem pont ezt akartod elérni. Na hát most megkaptad, de ne várd, hogy több ezres nézőtábort beforgass magaid közé, mármint a csatornád közé, de abból az 1000 emberből 999 ember utálni fog téged. Mint a szart. Jó, megnézem az Instagramját, amikor még nem tiltott le. Hát megnéztem a követőit. Mohamed Ahmed. De ilyen emberek vannak ott. Ebay-e lehet vásárolni gyerekek már követőket is. Már nem csak mást, követőket is lehet venni. Hogyha ti is ezzel a véleménnyel vagytok, mint én, akkor nyugodtan osszátok meg ezt a videót, vagy lájkoljátok, illetve fel is iratkozhattok, nem tudom már melyik oldalon van, új YouTube rendszer, hülyeség ez is, na mindegy. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, legyen szép napotok, reggeletek, estétek, amikor nézitek ezt a videót, sziasztok!